Ezt szeretem, amikor így pörgünk. Van itt, úgy látom, Sicilian Storm raport. Van itt talán az ördög vagy dandy. Arabikát vezet. Itt hátulról vagyok a legkönnyebben, mert arabika van. Nem tudom, melyik van kimmi. Hogy ne tudnám, csak cserétünk, az a dandy, így van. Nem a Messinával jött, hanem a képbe vagyok. Van itt arabika, Liza, Fatime, New Bay, Raport, Dandy, Sicilian Storm, és ennyi. Heten vannak a babák, és aztán még maradt a személy, vagy ott jó a végére. Ezt mondom, amikor pörgünk. Hát tegnap már majdnem idegrohamot kaptam. Lehetetlen. 11:30-kor jövünk be a harmadik lattal. Ugyan már, gyerekek. Ott semmi extra. Egy boxot végez egy ember. Meg külön fizetek mindenhol, hogy ganézzanak. Hát ne nézzenek már hülyének, komolyan mondom. Jó reggelt! Ajde! Sicilian Storm, Raport, Dandy, New Bay, Fatime, Liza és Arabika. Pali bácsi, hív ezerszer! Imádom őt, de hallod, úgy föl tud ebben idege. Gondolja, hogy akarattal nem veszem. Veszem, és pont itt van még ráadásul a lova is. Vissza fogom hívni. Biztos gondolja, hogy hogy mentek, meg akarja kérdezni. Hát ez nem is baj, semmi probléma ebben. Tehát hívhat ezerszer, hát most nem fogom azért, hogy visszahívom. Hagyj menjenek, így van, megyünk mi is! Örgök én itt teleget. És nem tudom mennyi az idő, de még egy lottunk van. Még egy lott. Jó, a sárga lesz majd délután, többi mind lelovagolva. Úgyhogy kellett ez a tegnapi mérgelődésem szerintem. Nem volt normális. Na. Sicilian Storm érkezik elsőnek. Második Raport. Harmadik Dandyman, aki belemegy a vízbe. New Bay Ciluka. Fatime drágánk. Lizánk. Arabika. Van itt minden, mind a bucsuba. Nézd, az meg még bakozik a Raport. Vélánk ügyesen abszolválja dolgokat. Mi van még? Ja, itt jöttök? Jó. És eleve pörgős ember vagyok, és megőrülök a tehetetlenség. Kinn a télipán egy órát vársz. Jó, 15 percet várod, de amikor egy óra, 5 percet, akkor tényleg elszabadul a pokol az agyamba. Ja. Úgyhogy remekek voltunk. A kis kövér, még a Niki és le lesz lovagolva, a sárga, a dagi sárga van egyedül. Már most még jön egy pár. Nem tudom, mik jönnek. Tamagocsi, ördög. Van még valami. Nem sok. Hopp, a Dandike milyen jó belemegy. Ez is belemegy. Fatime is belemegy. Arabika megbírja. Megyünk majd másik kézre is. Lendület, munka, menni kell, megőrülök. Megőrülök, amikor tehetetlenül vagy valahol, és nem úgy mennek, amikor tudom, már nem vagyok hülye. Voltam én lovász, szarpucoló, lovas, zsog, minden voltam. Hát tudom, hogy mihez mennyi idő kell, ha nyomom korrektül. Igen, mert kell egy reggeli. Na, de ha minden lott után egy reggeli van 20 perc, az számolt ki. 4-5 lott, hopp, ott van már. Az 2 óra. És tényleg így is van. És megint hív a Pali. Ne? Jó, mit csináljak? Vissza fogom hívni. Vidd bele őt. Vidd bele, amennyire tudod. Bele a vízbe. Dandike okosan belemegy. Ez is belemegy. Nem is akarjátok, hogy belemenjen, ez a baj. Nyugodtan bele lehet lovagolni. Víz után fölállni nekik, kikönnyíteni. Hagyj menjenek! Ja. Tehát Sicilian, Raport, Dandy.
Nyúbé, Fatime drága, Lizucska és Arabika. Majd megyünk másik kéz, Stargép, jön a vége. Még a legesleg végén Messina, viszont látásra. Végre egy normál, amikor valamennyire, nem is kellett, nem is izzad, meg se egyik se. Nem úgy hajtom őket, meg is volt a reggeli. Nem tudom, mennyi lehet az idő, de 11 óra körül talán. Nem tudom, mennyi. Régen mutatta ez az órám. Itt van-e? Aha. Mennyi? Anyádat, hogy hány százalékon vagyok az ma. Lenyomtam most a palit. 11 óra 2. Na, ennyi. Nagy kaland. Most lebaszom a videót. Nem baszom. Bele a vízbe, leülök a seggemre! Hogy? Ez az! Hagyj menjenek bele! Hopp, ez az! Nyom bele Fatimét! Úgy, oda! Nagyon jó! Majdnem! Íber egész a vízig, hagyj menjenek! Következőben megfordulunk. Na meg ezt mondtam neki, mutatom. Motoron vagyok, pláne eldugom a telefonomat, ugye, hogy na, el ne hagyjam, elhagytam egy csomót. Kukkot nem hallok, és sokat vagyok motoron, ugye? Pörgött, téli, nyári, Tóbiás, istáló. Ide-vissza, oda-vissza. Átmegyünk a vízen, megfordulunk, másik kéz. Próba belemenni a vízbe, trabba. Csak elmegy. Fadikba belefekszenek, nem kell félni. Megcsinálhatnák, már nem egy olyan nagy dolog van, ez a kis markoló. Három ilyen hosszan lehúzza oda, itt pont szembe, az összes víz lemegy. Ha eső van, akkor... Drágám, majd elindulunk a második kentre, itt átmentünk, akkor lehet egy picike überke, jó? És amikor jön a víz, itt finoman azért. Itt visszaveszek előtte. Még várj egy picit. Így van, átsétálunk. Tehát elindulunk második überke, a víz előtt egy kicsit visszaveszünk, megint überke. Oké, trott! Mindent fokozatosan, azért kényelmesen odafigyel. Fokozatosság nagyon fontos.